Árpád hídnál vagyunk. Kedvenc busztípusom itt árválkodik szegény egymagába. Rendszámát nem filmezem, nem akarok problémát. Hát így magára van hagyva itt ez a Volvo 7700A. Hát ez a narancssárga korlátos az, az egyik legrégebbi Volvo 7700-as. Gyakorlatilag ők voltak az első széria, de ha jól tudom, ők még klíma nélkül érkeztek. Igen, mert nekik még ilyen kis keskeny ablakaik vannak. Hát persze azóta raktak rájuk klímát. Ez még a Demszkijéknek a műve. Hát ez az a típus, mondjuk, ilyen, hát nekem, mint utasnak, utasként mondom, hogy sajátossága, hogy itt hátul, itt a hátsó részen, ott arra az ülésre, ha ültök, akkor az tuti széjjel rázga benneteket, mint az állat. Tehát, de hát mégis én ezt a típust imádom a legjobban, tényleg. Nem tudtam kiadni, hogy ne filmezzem le. Legalább ennyi busz legyen már a mindennapjaimban. Hát ez egy Volvo 7700A. Ez az első széria tulajdonképpen, ami jött Budapestre. Én nagyon szeretem ezt a típust. Tehát, hát kicsit le van harcolva, az látszik. De mondom, ebben eredetileg nem volt klíma, tehát azok a rácsok nem voltak ott. Én azonnal törném le a kezét, akik összemázolják ezt a buszt. Hát ez nem tudom, ez szerintem várja a délutánt. Tuti. Ez így szépen jej magába. El van itt az Árpád hídtól nem messze. Be van szépen fordítva. Hát ék az nincs betéve a kerékhez, úgyhogy viszont a kormány meg a műszerfal az le van takarva. Volvo. Én imádom ezt, tényleg. Jó gyerekek, egyszer egy ilyet vezetni. Istenem. Aj. Gyönyörű ez a busz. Annak ellenére, hogy kicsit le van strapálva, mégis gyönyörű. Nem? Tehát van neki egy ilyen karaktere. Na, hát ez csak egy ilyen random jött.